Szervusztok! Este ilyen fordított palmatortát fogok csinálni, és én azt úgy szoktam, hogy nem csak simán cukrot szórok alá, és ráteszem az almát, hanem amennyit, és utána amennyit a sülés közben karamellizálódik, így rábízom a szerencsére, hanem csinálok hozzá ilyen karamell cukrot, és azzal szoktam cukrozásnál megcukrozni, nem sima cukorral, és sokkal intenzívebb, sokkal jobb lesz, és hogyha megmarad ebből a cukorból más süteményeknél, és ami még ilyen karamelles íz kell, vagy pedig a gyerekek még simán egy karamellás tejnél, nem akkor csinálom a karamellt, és öntöm fel tejjel, hanem ezt bele lehet tenni, és tök jó lesz. Most egy 30 deka cukrot fogok megcsinálni. Kivértem csak így a bóka kedvéért, és ezzel semmi más nem fogok tenni. Mint fölteszem a tűzre. Kislángon, annyi, hogy lehetőleg olyan edénybe csináljátok, aminek ilyen szendvics talpa van, vagy tegyetek rá, most jelen esetben, csinálhatjuk duplán, hogy, tehát hogy ne hirtelen kapja a hőt. Az a lényeg, most oda tettem egy platnit és plusz ezt, és akkor a kislángra raktam fel, alágyújtottam, és ami a lényeg, hogy én nem teszek bele vizet. Tehát ezt szokták úgy, hogy vízzel fölöntik, és akkor beforralják annyira, hogy már kipárolok belőle ugyanúgy a víz, és akkor kezd el a cukor is ugyanúgy megszínesedni. Én tök feleslegesnek tartom ezt a lépést. Az a lényeg, hogy alacsony hőmérsékleten kezdjétek el olvasztani. Jó? Tehát ez most idáig ennyi, ezt jövök vissza, mutatom tovább, hogyha már kezd olvadni. Na, nézzétek meg! Elkezdtem, amikor az alja elkezdett karamellizálódni, egy picit elkezdtem így keverni. Ezzel mondjuk annyit értem el, hogy ott vannak benne ilyen, még amik nem ugyanilyen színűek, de lassan jó lesz, mert ugye nem akarok egy égett karamelliszt, úgyhogy én ezt le is veszem most. Most ez ilyen elég sötétnek tűnik, de valójában ez egy tök jó kis karamell lett. Annyi, hogy vannak benne ilyen, mert nem bírtam a véremmel, és belekutyultam. Még egy-két ilyen kis keményebb darab, de ez is így simán beleolvad, és ezzel most annyit fogok csinálni, hogy kiöntöm egy ilyen zsírpapírral, még egy kicsit kutyigálom, hogy azért jobban szétmenjenek ott azok, de ez a szín, ez tökéletesen az a szín, amire én vágyok, tehát ez ízbe is. Csak vigyázni kell ugye, hogy nehogy elkezdjen így fölhabosodni nagyon, mert az azt jelenti, hogy akkor megégett a cukor, és akkor az már keserű lesz. De meglátjátok, csak a fakanálnak a végével csinálom. Ez bármire rácsöppen, ezzel nagyon kell vigyázni, mert annyira forró, hogy mindent szétéget, mármint hogyha jön a bőrötökre, vagy valamire rámegy. És amúgy nem baj, hogy marad benne esetleg egy-két olyan kis cukor csomó így összeállva, ami nem annyira karamellizálódott meg, mert ez így már önmagában akkor is tök jó. Na, opá. És akkor az a lényeg, hogy ezt most így forrom, megfogom, és kiöntöm egy ilyen zsírpapírra. Hűlni. Hát igazán. Kicsit így kikapírgálom. Nem akartam sokat csinálni, mert nem csinálok gyakran ilyen karamelles sütit, vagy aminek kell, de ha meg kell, akkor meg egyébként viszonylag gyorsan megvan, és ez tök gyorsan el fog kezdeni itt ki. De mert azért húzom szét egy kicsit, hogy jobban hűljön. És ezt most megvárom, amíg teljesen kihűl. Itt az edényre is kezd vissza dermedni. És van egy jó hírem, mivel ugye mondtam, hogy én nem szeretek pocsékolni. Ezt a kis fincsi kis karamellmászt, ami itt van, ez gyönyörű, csodálatos alapanyagja lesz holnap reggel a lányoknak a karamellás tejének. Tehát ebbe, hogyha most egy kis tejet
beleteszünk és kiforraljuk, akkor egy tök jó finom karamellás tej lesz belőle. Na, ennyit csináltam most direkt csak, megvárom, mint kihűl, és akkor jövőre megnézzük, hogy hogy lesz ebből újra cukor, amivel mi szórni szeretnénk. Na, kihűlt a karamell, meg azt is megmutatom, nézzétek meg, hogy ugye mondtam, hogy ezt karamellás tejnek fel lehet izélni, de használni majd. Vagy simán, hogyha csak el akarjátok mosni, tesztek bele vizet, fölforraljátok, kiöntitek, elmossátok. De ugye ez fémedény, és amikor ezt kezd kihűlni, ugye egy picit összezsugorodik, viszont a cukor, ami az oldalára fel volt tapadva, ugye az addigra már bedermedt, és csak annyit csináltam, hogy rátettem így egy konyharóját, így megkocogtattam, és ilyen szinten lejött még az, úgyhogy már csak az aljában van épp, hogy egy picit. Na most háromféle, ja és akkor itt van ugye a, ezért már le is jött a zsírpapírról, tök könnyen törik. Ami a lényeg, hogy azért víz nélkül kell ilyenkor csinálni, ez egyáltalán nem ragad most szinte, mert ugye akkor tényleg ilyen cukor állagúra vissza lehet majd porítani, és most három verziót is megmutatok, hogy attól függ, hogy kinek mi van otthon, de még innen is le tudnám ezt kocogni, de mondanám, hogy majd csinálok egy karamellás tejet, hogy akár ilyen kis mozsárban megfogjátok. Összetöritek. Persze most ezt a mozsarat jól elmostam előtte, mert általában fűszereket szoktam benne csinálni. És íme. Tökéletes karamell ízű, hát karamell cukor, kristály cukor, ha vissza lett porítva, csak majd el ne felejtsem, hogy ez most cukoros, mert a tüvelek fűszert csinálják benne. Nézzétek meg, ez egy teljesen szórható valami, és hogy a sütit csinálok, és nem akarom tehát biztosra akarok menni, hogy majd ma például az almatortánál jó karamellás íze van, hogy ezzel szórjátok. A másik verzió, hogy beletesszük egy kávédarálóba. Olyan jól tapad, most ezt akarom egy sokáig húzni. Ez jó hangos lesz most. Csak több kellene bele, mert látjátok így, tehát hogy jobban el tudjon keveredni, de ezzel is egyébként az a lényeg, hogy teszek meg bele. De át is, sőt, ezt most már például, ha megtalálnám, át is lehet szitálni is, tehát hogy az ember ilyen kis finom, simán átmegy a szitán is, látjátok, ezzel is ilyen tök finom cukrot lehet csinálni, de ha meg beleteszitek így egy kutterbe, ebbe egy picit durvább marad, de sőt, még ilyen sima mezei turmix gépben is, ilyen szinte por finomságúra meg lehet törni. Csak felemeltem, kijött a kés alá, ment a cukor. Na, ezeket azért szeretem, ezeket a szitukat, mert látjátok, hogy én is ugyanúgy bele tudok szaladni mindenféle csacskaságba. Na, de. Vagy a turmix gépen ment gajra. Hát lehet, hogy ez. Úgyhogy szerintem ennek kuka,
De van másik, várjatok azért megmutassam, hogy működik. És akkor azzal is megnézzük. Na, előszedtem a másikat, de mivel ez nagyobb, ebben már, ha már akkor bele teszek többet, ha már lúd, akkor legyen kövér. Végülis ez mennyiségre ugye nem sok. Amikor működik az eszköz, nézzétek meg, szinte porcukor és a kristálycukor közötti állapot kaptunk, simán szórható, tehát lejön a kezemről, most ez ami már nagyon poros, az van rajta, és akkor ezzel szoktam megszórni az olyan, hogy például ezután csinálok egy almatortát, mert annak is ment ezt a videója, és ezzel fogom megszórni a tortának a tetején az almát, egy ilyen norvég almatortát csinálok, azt hiszem. Jó? Na! Ennyit akartam megmutatni, és ezt egyébként beteszitek egy üvegbe, rátesztek kupakot, és későbbiekben, hogyha valamit süttök, főztök, vagy egy karamellás tejet, felforráljátok a tejet, beleteszitek, tök jó. Vagy ha csináltok egy karamell krémet akartok, vesztek egy pudingot, megfőzitek, és akkor ezzel cukrozzátok meg, és egy tök finom karamellás pudingotok lesz. Na, ti azért ne tegyetek, mondjuk az már rossz volt, de azért ti ne tegyetek tökül semmilyen eszközt, de simán egy mozsárba, vagy akár még hústól fogva, és ha beteszitek valami zacskóba, ami erősen össze lehet törni, jó? Na, jó sütögetés, könnyű kajákat, sziasztok!